Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Williams Televízió március 1-i híradóját látják, Antal Beáta vagyok. Nézzük híreinket röviden! Európai parlamenti választások. Hazánkban május 26-án 6 és 19 óra között szavazhatunk. Nemzeti ünnep. Az ünnepi műsor után az új óvoda alapkövét is lerakják Ürgön. Tűzgyújtási tilalom. Az elmúlt hetekben jelentősen megnőtt a szabadtéri tüzek száma. Megszavazták a költségvetést. Kiegyensúlyozott költségvetést fogadtak el Üllőn. Adóügyi időpontok. Az adóhatósági értesítőket már postázzák, de lehetnek csúszások. Diáksport. Több korosztályban is az Üllői Diák Sport Egyesület sportolói voltak a legjobbak. Járda korszerűsítés. Gyálon az Ady Endre utca mindkét oldalán felújítják a gyalogjárdákat. Gyári döntések. A képviselőtestület több pályázat elnyerésére kért támogatásra is javaslatot tett. Játszóterek és a parkok. Már tisztítják és teszik rendbe a gyáli játszótereket és parkokat. 20 éves a Maglódi családsegítő szolgálat. Az anyagi problémák helyett ma már a családdal kapcsolatos gondok az elsődlegesek. Tovább tanulás Maglódon. Elsősorban gimnáziumba és szakgimnáziumba jelentkeznek a végzősök. Költségvetés és a vasút rekonstrukciója. Pécelen a 2019-es büdzsé mellett a vasútfejlesztés is mindennapi téma. Kormányabb lakócsám. Modern körülmények és ügyfélbarát környezet fogadja az ócsai polgárokat. Óvoda felső pakonyon. A hadcsoporttal működő 160 fős befogadó képességű óvoda hamarosan megtelik. A köztársasági elnök azért határozott emellett az időpont mellett, mert az Európai Tanács döntése szerint május 23-a és 26-a között kell megtartani a tagállamokban a választásokat, és ebből május 26-a az egyetlen vasárnap. Tudni érdemes, hogy a választási eljárásról szóló hazai törvény szerint Magyarországon csak vasárnap lehet választásokat tartani. A köztársasági elnök által kiadott közlemény szerint a választás valamennyi választójoga rendelkező honfitársunk számára lehetőség arra, hogy a következő 5 esztendőben befolyásolja az Európai Unió jövőjét. Ádel János azt írja, hogy Magyarország a hazánk, Európa a közös otthonunk. A köztársasági elnök valamennyi választásra jogosult honfitársát arra kéri, vegyen részt a soron következő európai parlamenti választáson. Érdemes tudni, hogy tavaly év végén megváltoztak a választás egyes szabályai. Így például a korábbiaktól eltérően csak a szavazást megelőző 66. naptól, azaz március 21-től lehet a választási kérelmeket, mint például az akadálymentes szavazókör igénylését, az átjelentkezést vagy mozgóurna kérését benyújtani. A hivatalos kampánya választás megelőző 50. napon, ez most április 6-a lesz, kezdődik. A választáson indulni szándékozó pártok ekkortól kaphatják meg az aláírások gyűjtésére szolgáló ajánlóíveket a Nemzeti Választási Irodától. A listaállításhoz 20 000 érvényes ajánlás szükséges. A listákat a választás előtti 37. napig lehet bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál. A határidő április 19-én nagy pénteken jár le, amely munkaszüneti nap, vagyis majd a miniszteri rendelet tisztázza, hogy a nagy pénteket megelőző vagy követő munkanap lesz a pontos határidő. Az európai parlamenti választás időpontja tehát május 26-a 6 és 19 óra között. Ekkor lesznek nyitva a szavazókörök is. A Magyar Országgyűlés 1991-es határozata értelmében március 15-e az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja és a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe. Az Üllői Városi Ünnepséget már hagyományosan a templom téren tartják. A forradalom 171. évfordulójára szervezett ünnepi program részleteiről az Üllői Kulturális Központ vezetőjét kérdeztük. Üllő városának van egy nagyszerű emlékműve, egy nagyszerű március 15-i emlékműve, amit a forradalom 100. évfordulójára, tehát 1948-ra készítettek el. Szokásaink szerint itt ennél a
az emlékműnél tartjuk a március 15-i ünnepi rendezvényeinket. Így lesz ez most is a forradalom 171. évfordulója alkalmából. Tehát március 15-én szokásaink szerint 10 órára várjuk szeretettel a kedves vendégeket, a közönséget, az érdeklődőket. Ünnepi beszédet mond Kisné Szabó Katalin polgármester, és az ünnepi műsorban közreműködik Huzella Péter, Kossuth Díjas előadó művész, egyébként a Kaláka zenekar tagja volt, valamint Varga László üllői református presbiter, és az üllői műsort, az Árpád Fejedelem általános iskola tanulói fogják előadni. Ezt követően pedig koszorúzás lesz. Mindenkit szeretettel várunk tehát a március 15-i ünnepségünkre, délelőtt 10 órára. A városi ünnepséget követően a Sportliget lakóparkban épülő új óvoda alapkőletételét is megrendezik. Jövőt idéző és előrejelző esemény lesz majd a Sportliget lakóparkban. Számításaink szerint 11:30-kor, ugyanis a leendő óvoda ünnepélyes alapkül letétele lesz, tehát a Sportliget lakóparkban március 15-én 11:30-kor. Az alapkő letételen az ünnepi beszédet dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő mondja. Bizonyára kedves nézőink is értesültek már arról, hogy országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, mivel az elmúlt hetekben nagy mértékben megnőtt a szabadtéri tüzek száma. A katasztrófavédelmi szakembertől megtudtuk, hogy megnőtt a száraz avar mennyisége, ez pedig több hektáron alkalmas tüzet fogni. Amennyiben valaki szabadtéri tüzet észlel, minden esetben a 112-es központi segélyhívót kell hívnia. 5 megyére és a főváros területére lett elrendelve tűzgyújtási tilalom. Ez ugye azért fontos, mert az elmúlt időszakban a szabadtéri tüzeknek a száma igen nagy arányban megnövekedett. A szabadtéri tüzeknél tudni kell azt, hogy mind a gépjármű parkunk, mind a személyi állományunk magasabb igénybevételnek vannak kitéve, és ezen igénybevételek sajnos elvonhatják olyan helyekről mind az eszköz, mind a személyi állományt, ami esetleg fontosabb lenne. Nagyon nagy kiadást is jelent, mert sok üzemanyaggal, kemény fizikai munkával tudjuk ezeket megoldani. Itt a tavasz, itt a szép idő, megnövekedett a száraz avar, illetve száraz vanádasoknak a száma. Most a kiszáradt állapotában nagyon könnyen hajlamos arra, hogy több hektáron képes harapozni, kigyulladni. Ehhez elég akár egy eldobott dohánynemű a gépjárműből. Felelőtlenül kidobunk egy sikket, és ezáltal nagyon sok költségbe, állami költségben kell ezt, hogy mi elolcsuk, illetve az állománynak az igénybevétele sokkal nagyobb, és esetlegesen a lakástüzektől elvonja az eszközt és az erőt. Maga tűzgyújtási tilalom ugye általában erdők és erdőktől mért 200 méteres távolságon belül érdekes, és a tűzgyújtási tilalom idején az erdőkben sétáló vagy kiránduló helyeken a kijelölt tűzgyújtó helyeket is érinti, tehát ott sem szabad. Viszont nem szabad elfelejteni azt, hogy a belterületen mindenhol a saját önkormányzati rendelettel szabályozzák, hogy hogyan lehet szárazavart és növényi hulladékot égetni. Azonban ez a tűzgyújtási tilalom őrájuk csak abban az esetben vonatkozik, ha külön a rendeletben szabályozzák, hogy tűzgyújtási tilalom idején azt sem lehet csinálni. Viszont nem szabad azt elfelejteni, hogy mint itt is látjuk, nem olyan messze vagyunk a településtől, érintheti a szélső sor házakat az a 200 méter, tehát olyan esetben ott nem lehet, de bent a központban, ahol távolabb vagyunk a szabadtértől, ott természetesen azért ez nem vonatkozik. Ez az intézkedés gyakorlatilag addig tart, amíg nem következik be egy olyan, hogy a növények kizöldülnek, és már az egésznek nincsen értelme, illetve akkor, hogyha bekövetkezik egy-két-három napos olyan csapadék mennyiség, amivel már ez a veszély nem áll fenn, akkor nyilván visszavonásra kerül, de mind visszavonásig ez természetesen érvényben van, és akkor itt még egy dolgot megemlítenék, hogy a külterületi égetéseknél ugye külön engedélyezési eljárás alatt lehet megtenni ezeket az égetést, viszont az, amit határozattal az illetékes katasztrófai kirendeltség adja ki ezt az engedélyt, azonban ebben a határozatban az is szerepel, hogy ebben az esetben, mikor tűzgyújtási tilalom kerül elrendelésre, ez az engedély hatáját veszi, tehát akkor már az engedély hatájával sem szabad égetni szabad területen. Találkozunk ilyen tüzekkel, tüzesetekkel. Hova tudunk leggyorsabban fordulni?
A leggyorsabb a 112-nek a hívása, és a 112 diszpécsere az majd az adott tűzoltóparancsnokságnak a művelet irányításához jelzi ezt, és akkor ott el tudjuk ezt érni. Nyilván, hogy oda kell figyelnünk arra, hogy minél nagyobb időben van ez jelezve, akkor annál kevesebb munkával, annál kisebb ráfordítással el lehet ezeket a tüzeket oltani. Itt viszont felhívnám a lakosoknak a törvénytisztelésére a figyelmet, mert gyakorlatilag nagyon sok gazdálkodó szántóföldje mellett lévő ilyen területet megpróbál felgyújtani, leégetni. Én óva kérek mindenkit arra, hogy ezt a tevékenységét ne folytassa, mert ebben komoly károkat tud a környezetének, mind a társadalomnak okozni. Nagyon sok önkéntes tűzoltóegyesület működik sok településen, egyre többen vannak már. Mennyire tudják segíteni ezen a munkáját? Az önkéntes tűzoltóegyesületek mind a kommunikációs munkában, mind pedig az effektíve a tűzoltásba bevonásra kerülnek. Nagyban tudják segíteni, mert az állományunknak a létszáma megtöbbszörözhető velük, és így nagyobb létszámmal, kisebb munkakifejtéssel el tudjuk ezeket a tüzeket oltani. Lassan vége a téli szezonnak, a fűtési szezonnak. Volt esetleg ilyen kirúgó esemény itt a megyébe? Sajnos a lakástüzeknek a száma is megnövekedett. Úgy gondolom, hogy nagyobb propagandát kell majd fordítani az idősebb, elesettebb lakosok felé is, mind a tüzelési kultúrára, mind arra a tárolásra, illetve a tüzelő fűtőberendezéseknek a használatára, hogy minél kisebbre tudjuk ezeknek a számát csökkenteni. Ülön megfontolt, kiegyensúlyozott és fejlesztéseket előtérbe helyező 3 milliárdos költségvetést szavaztak meg a helyi képviselőtestület tagjai. A 2019-es büdzsé kidolgozásának folyamatáról, illetve a koncepció részleteiről, valamint a pályázati lehetőségekről is a polgármestert kérdeztük. Mi jellemző Üllőváros költségvetésére? Mik azok a fő számok, amelyek lehetővé teszik, illetve magabiztossá teszik 2019-ben is Üllőváros életét? Február 14-én képviselőtestület elfogadta Üllőváros költségvetését. Már nem az elsőt készítjük elő, most is azt tudom mondani, hogy borzalmasan nehéz. Az idei esztendőben is mi egy koncepciót állítottunk fel, tehát az fél év megelőző munkálat van emögött, a költségvetés mögött. Akkor ugye a bizottságok, képviselőtestület, intézmények vezetői komoly egyeztető tárgyalásokat folytatnak, és próbáljuk igen megfontolt költségvetést előkészíteni, és ezt a képviselőtestület elé tárni. Ez most is így sikerült. Én úgy gondolom, hogy nagyon büszkék lehetünk, hiszen ilyen költségvetést az elmúlt években még nem tudtunk összeállítani, igaz, nagyon sok kötelezettségvállalás van mögötte, de azért a teljes költségvetésünk egyharmadát fejlesztésekre fogjuk tudni fordítani. Nagyon fontos a képviselőtestület számára, hogy maga a költségvetésben az intézményeink kerüljenek első helyre, azoknak a működtetése biztosítva legyen. Ezen kívül a szolgáltatások megfelelő minőségben működhessenek tovább, és hát természetesen a kitűzött fejlesztéseket meg is tudjuk majd valósítani. Figyelembe vettük a minimálbér, a garantált minimálbér változásait, kafetéria kedvező megoldását építettük be. A munkaidői járulék ugye változni fog, jelen pillanatban 19,5%-kal számolunk, de júliustól már 17,5%-ra fog csökkenni. Tehát ezeket beépítve én úgy gondolom, hogy komoly átgondolt költségvetést tudtunk összeállítani. Emellett természetesen nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a szociális rászorultakat a 2019-es esztendőben is tudjuk majd támogatni. Ezen belül ugye elindítottuk már a fiatal házasok támogatását, gyermekszületési támogatást, 80 éven felülieknek az egyszeri 20 000 forintos támogatást ünnepek előtt, ez természetesen az idei költségvetésben is ugyanúgy fog szerepelni. Nem felejtettük el a civil szervezeteinket, amelyen belül a TAO pályázatokat is előtérbe helyeztük, elég komoly összeget fordítunk ezekre is, tehát fontosak számunkra a hagyományaink megőrzése, a sport, az utánpótlás nevelés, az egészséges életmód és a kultúra.
ezekre azért igen sok összeget tettünk félre, és természetesen a civil szervezetek támogatását külön fogjuk elbírálni. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy dolog az, hogy adóemeléseket nem hajtottunk végre, ezen belül próbáltuk a költségvetést kezelni, ami azt jelenti, hogy a bevételeinket mindig igyekszünk alul tervezni, viszont a kiadásokat mindenféle formátumban maximálisra helyezni, ezért is bízunk abban, hogy a költségvetésünk kiegyensúlyozott lesz. Természetesen azért fontos, hogy az év folyamán az intézményeink ezeken a kereteken belül tudjanak mozogni, de erre azért oda szoktunk figyelni, és általában be is szoktuk tartani. Polgármester asszony, emlékszem, tavaly úgy fogalmazott, hogy szigorú, de takarékos költségvetés lesz. Most viszont arra helyezi a hangsúlyt, úgy mondta, hogy kiegyensúlyozott költségvetés lesz a 2019-es. Mit jelent ez konkrétan? És akkor kérem, hogy a fejlesztésekről is beszéljen részletesebben. Mire számíthatnak az ülőiek? Tehát maga a költségvetés egyensúlyban van, ami úgy gondolom, hogy egy fantasztikus dolog, és Ülővárosa maximálisan elégedett lehet, hiszen közel 3 milliárdos költségvetéssel dolgozunk, és 1 milliárdos fejlesztéseket fogunk véghez vinni. Ugye ebből azért nagy tétel maga az óvodaépítés, ezen kívül elsődleges helyre az utak építését, utak felújítását, járdaépítést, szabadidőparkok fejlesztését, játszótér kialakítását, és hát még sok apró feladatot tűztünk ki célul, ami meg is fog valósulni. A költségvetés kidolgozásakor a nem kötelező feladatokkal, így többek között a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással és a mezőri szolgálata együttjáró szükséges forrásokat is betervezték, tudtuk meg a polgármestertől, aki nem csak a pénzügyi iroda kollektívájának, hanem mindenkinek köszönetet mondott, aki szakmai munkájával elősegítette a költségvetés kidolgozását, illetve testület elégkerülését. Minden évben, amikor a költségvetést összeállítjuk, akkor a fő feladatokat tesszük elsősorra, és hát ezen kívül vannak általában nem kötelező feladatok, amit nem köteles a költségvetésbe beépíteni az önkormányzat, de természetesen érezzük, hogy a lakosság komfortérzetének javítása érdekében ez nagyon fontos. Így az idei esztendőben is laborszolgálat például nem kötelező, de természetesen igyekszünk a továbbiakban is ezt támogatni. A gyógytornát, amit itt a díszteremben a hét több napján használnak, alkalmazzák az idősebbek, fiatalabbak. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ugye az idősek számára nagyon fontos, és hát a mezőri szolgálat, ami tulajdonképpen pluszként jött be az elmúlt esztendőkbe, de én úgy gondolom, hogy hasznos és szükséges. Úgyhogy ezt mindenféleképp beépítettük, ezeket a nem kötelező feladatokat. Nagyon sokan részt vettek ennek a költségvetésnek a kidolgozásában. Kik voltak ők, illetve mi mondható el velük kapcsolatban, hivatali dolgozók, bizottsági tagok, képviselők? Egy komoly stáb, hiszen külsős bizottsági tagtól kezdve az igazi bizottsági tagok, képviselők, hivatali dolgozók, és ezen belül szeretném külön megemlíteni a pénzügyi vezetőmet, Rudolf Jenőt és a kis csapatát, akik éjt-nappal átéve, szó szerint még hétvégén is komoly munkát öltek bele abba, hogy ez a költségvetés becsületesen megfelelő módon összeállítódjon. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ebben részt vett, és mindannyiunknak jó munkát kívánok, hiszen biztos vagyok benne, hogy a fejlesztések nem állnak meg, és ezt szeretnénk is a jövőben továbbiakban is így folytatni. Az adóhatósági értesítőket már postázzák Üllőn, de kisebb csúszások előfordulhatnak. A következő percekben fontos határidőkről tájékoztatjuk nézőinket. Megtudhatják, hogy az első félévi adóbefizetések esetében módosultak a határidők, mind a gépjármű adók, mind pedig az építmény adók és az iparűzési adó vonatkozásában is. Üllőváros önkormányzatának adóhatósága a napokban megkezdi a márciusi fizetési értesítők postázását.
tavaly indult ASP rendszer kisebb, nagyobb zökkenői miatt várhatóan 1-2 hetes csúszás lehetséges az értesítők kipostázásában. Ne essenek kétségbe az ügyfelek, tehát mindig a készhezvételtől számítandó a jogerőre emelkedés és a fizetési határidő is, tehát semmiféle hátrány őket ebből nem éri. Igyekszünk ezt minél hamarabb a rendelkezésükre bocsátani. Időpontokat, határidőket tudunk-e mondani? A törvény szerint március 15-e a fizetési határidő, 1-2 hetes csúszás várható, tehát március végére csúszhat ez, hogy fizetniük kell az ügyfeleknek. Az elektronikus ügyintézés 2018-ban még csak lehetőség volt, identől viszont kötelesség az elektronikus kapcsolattartás az adóhatósággal. Elég nagy volumenű súlyos kötelezettséget ró a jogszabály mind az adóhatóságra, mind az ügyfelek egy körére is. Tehát azoknak a társas vállalkozóknak, egyéni vállalkozóknak és az adószámmal rendelkező magánszemélyeknek is már tulajdonképpen 18. január 1-től elektronikusan kell kapcsolatot tartaniuk az adóhatósággal. Az elmúlt egy év tulajdonképpen egy kis türelmi időszak volt, többször tájékoztattuk az ügyfeleket erről a kötelezettségről, hellyel közzel sikerült is megoldani, de nem teljes körűen. Most már azt kell mondanom, hogy szigorúan tartanunk kell magunkat a jogszabályi előírásokhoz, és kizárólag az említett kör kizárólag elektronikusan nyújthatja be az ügyindító dokumentumait. A felületet, amin ezt megteheti, az elügy felület, amely Üllőváros honlapján is elérhető, és csak ezen az úton fogadhatja be az adóhatóság a dokumentumokat. Erről a kötelezettségről részletes leírást fogunk közzétenni az honlapunkon, és azt nagyon kérjük, hogy kövessék ezeket az előírásokat. Mintegy 150 gyermek részvételével télbúcsúztató teremtornát szerveztek Üllőn. A már hagyományos megmérettetésen 3 korcsoportban, minden korosztályban 5-5 csapat küzdött meg az érmekért és a helyezésekért. Az üllői tornára Pilisről, Vecsésről, Inácsról és Új-Lengyelről is érkeztek csapatok. Összesen 15 csapat, 3 korosztályban vesz részt a küzdelmekben. Az U9-es, U11-es és U13-as csapatok mérik össze erejüket. Az U9-es korosztályban már lezajlottak a küzdelmek. Itt nagy örömünkre az Üllői DSE 1-es számú csapata nyerte meg a tornát. Jelenleg az U11-es korosztály küzdelmei zajlanak. Minden csapatból 10 főt vártunk, és a környező településről hívtuk meg a csapatokat. Pilis, Vecsés, Inárcs, Gyál, Új-Lengyel, ezekről a településekről, akikkel jó kapcsolatot ápul a DSE. Az U9-es korosztállyal kezdtünk, az U13-as korosztály fogja zárni a küzdelmeket. Milyen díjba fognak részesülni a csapatok? Minden csapat, illetve minden játékos érmet kap, az első helyezettek aranyérmet kapnak, és egy kupát, és minden csapat oklevelet kap. Ugye U7-es korosztálytól kezdjük el nálunk a DSE-nél nevelni a gyerekeket. A kicsiknek most nincs torna, nekik 2 vagy 3 héttel ezelőtt rendeztünk egy ilyen óvodák közötti bajnokságot, ott nagyon-nagyon sok gyerek megfordult, és már utána az edzésre is 4-5-6 új kisfiú jött. U7-es korosztályban is körülbelül 20-22 gyerekkel foglalkozunk, de az egész DSE-nél körülbelül 80-90 gyerekkel foglalkozunk a 4 korosztályban. Ilyenkor mindig feltevődik az a kérdés, hogy hát azért vannak lányok is, akik szeretnek futballozni. Vannak, az U9-es korosztályban is 2-3 kislányunk van, illetve a nagyobb korosztályokban is 1-2 kislány mindig előfordul. Mikor vannak az edzések, és ha esetleg valaki szeretné csatlakozni a csapathoz, hogyan tudja megtenni ezt? Edzések szinte minden nap vannak itt a csarnokban. Nem sokára most már ki fogunk menni, jön a jó idő, nagyon várjuk, hogy kimenjünk a fűre, hiszen az az igazi terep. De edzések szerda, csütörtök, péntek, minden korosztálynak máskor vannak edzései, a Facebookon az Üllői DSE megtalálható, és ott lehet érdeklődni, kint vannak az edzés időpontok is. És miben tud segíteni a foci? Hát nagyon fontos a mozgás, a tanulás mellett az egyik legfontosabb talán, hogy a gyerekek szabad levegőn, jó levegőn legyenek, mozogjanak, közösségben legyenek,
és a mindennapokból egy kicsit kiszabaduljanak, tehát egy kis fizikai mozgás a szellemi megterhelés mellett. Illetve nálunk nagyon családias a légkör, családias hangulatba telnek az edzések is. Az U9-es és az U11-es korosztályban is az Üllői Diáksport Egyesület, míg az U13-asoknál a Maglódiak vitték el az első helyzetnek járó elismeréseket. A díjakat Búzás Gábor, az Üllői DSE elnöke és az edzők adták át. A sportcsarnokkal kapcsolatos új közösségi tér kialakítása részeként teljesen megújul az Ady Endre utca mindkét oldalán a járda. A mintegy 210 millió forintos beruházás közvetlen környezetében lévő bevásárlóközpont is korszerűsítésre kerül. Itt vagyunk Gyálon az Ady Endre utcában, és akik erre járnak ezen a héten, azt láthatták, hogy igen nagy felfordulás van, hiszen egyszerre több beruházás is működik és folyamatban van. Ilyen ugye a sportcsarnok és a CBA áruház itt a piactéren, illetve a járda, amely mindkét oldalon meg fog újulni, viakoros lesz, vízszikasztó árkok lesznek elhelyezve, és ez a beruházás mintegy 200-210 millió forintos nagyságrendű. Ez kapcsolódik a sportcsarnok, illetve a szálloda beruházásához. A CBA áruház is megkezdte az új épületének előkészületeit, látjuk itt a bontást mögöttem. Azt ígérik, hogy szeptember elején ez az áruház is teljesen megújulva, megszépülve fogják beindítani. Reményeink szerint augusztus közepén mi is át tudjuk adni a sportcsarnokot a szállodával, 22 szobás szállodával, és úgy gondolom, hogy ez a rész, a Kőrösi út, illetve a Pesti út közötti rész, ahol a Pesti út sarkon, Nadi sarkon a zebra, a gyalogátkelőhely is átrendeződik, közlekedési biztonságnak megfelelően fogjuk tenni. Ez egy komoly alközponttá válik a városban, hiszen ugye itt van a sport, telepünk is, innen nem messze van az uszoda is, úgyhogy én azt gondolom, hogy a város ismét megújul, megszépül egy részen. Én arra kérek mindenkit, hogy ezekben a hónapokban, főleg akik jönnek az iskolába, hozzák a gyerekeket, vagy ezen az úton közlekednek, nagyon figyeljenek oda, hiszen a munkagépek, az itt dolgozók és hát az erre járó autósok is igen komoly körültekintéssel kell, hogy itt közlekedjenek azért, hogy ne legyen baleset. Én is azt kívánom mindenkinek, hogy ez ne forduljon elő, eznek a beruházásnak ne legyenek áldozatai. Elkészül a sportcsarnok, tehát készen lesz a városok, a sportcentrumok. Lesz elegendő parkoló itt az Ady Endre úton? Igen. A CB áruháznál 70 parkoló kialakítása fog megtörténni, a sportcsarnok előtt pedig egy 20-25 parkolóhely, amelyben természetesen mozgás sérült parkolók is lesznek. Itt az iskola előtt is van parkoló, illetve amikor nagyobb rendezvény van, akkor a piaszteret fogjuk megnyitni parkolás céljára. A február 28-ai gyáli képviselő testületi ülésen több pályázat elnyerésére kiírt támogatásra is javaslatot tettek a városvezetők. A részletekről az alpolgármestert kérdeztük. A közművelődési intézmény technikai műszaki eszközállományának berendezési tárgyának gyarapítására vonatkozó pályázat benyújtásához, saját erő biztosítására. Miről szólt ez a javaslat? Minden évben az önkormányzat szokta biztosítani ezt a 2 millió forintos önerőt a közösségi ház részére, amelyik a technikai berendezéseit és a kellékeit szokta megújítani ebből. Ugyancsak javaslat hangzott el pályázat kiírására, civil szervezetek szabadidős és kulturális tevékenységének támogatására. Ez jól bevált hagyomány már itt Gyálváros önkormányzati életében. Idén is támogatják ezeket a szervezeteket? Így van, ahogy ön is mondta, ez egy jól bevált hagyomány Gyálváros életében. A civil szervezetek részére 3 millió forintos összegben írunk ki pályázatot. Én biztatom a civil szervezeteket, hogy pályázzanak bátran erre a lehetőségre. Hasonló témában hangzott el javaslat pályázat kiírására sport célú támogatás elnyerésére. Itt gondolom a helyi egyesületeket, klubokat szeretnék támogatni. A helyi egyesületeken és a klubokon kívül az egyéni versenyzőket is szokta Gyálváros önkormányzatot támogatni. Itt egy 5 millió forintos összegről van szó, amit az Ifjúsági és Sportbizottság javaslatára a képviselőtestület szokott elfogadni. A gyáli képviselők döntöttek még a városi cégek idei üzleti terveiről, beszámolóinak elfogadásáról és az SMS-einek módosításáról is. Emellett napirenden szerepelt és elfogadták a közbeszerzési tervet, valamint az Értéktárbizottság munkájának beszámolóját is.
A téli gajazási munkák után a tavasz beköszöntével megtisztítják, rendbe teszik a gyáli játszótereket és a parkokat. Nagyon komoly szakmai kihívásokról, a szükséges műszaki, személyi feltételekről is beszélgettünk a Gyáli Városfejlesztés és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Ügyvezetőjével, aki a rendeltetésszerű használatra is felhívta a gyáliak figyelmét. Tavasz beálltával a parkok fenntartása veszi át a főszerepet itt a feladataink közül. Ugye itt ilyenkor téli folyamán főként gajazásokkal foglalkoztunk, de a jó idő beálltával átveszi a feladatokat itt a gyepeknek a fenntartása, a cserjéknek a nyírása, a játszótereknek a rendbetétele, ami egyébként szinte egész évben folyamatosan ki van használva, de nyilván ilyenkor nagyobb figyelmeket kapnak a játszóterek is. Van-e bármi karbantartási feladat, azokat elvégezzük. Egyébként naponta vannak ellenőrizve, takarítva a játszótereink is. Fontos tartom megjegyezni, hogy itt a városnak a fejlődésében a parkoknál is megmutatkozik jelentősen, az elmúlt években milyen átalakuláson ment át ez a terület. Ami azt jelenti, hogy itt a régi fűkaszállások helyett azért ma már egy sokkal komolyabb feladat elé vagyunk állítva. Ami azt jelenti, hogy itt kultúrparkok alakultak ki, gyepszőnyeggel, öntözőrendszerekkel, cserjékkel, fákkal, tehát nagyon-nagyon komoly szakmai kihívás is egyúttal, de az a jó hír, hogy ehhez a szükséges műszaki, személyi feltételek rendelkezésre állnak, és hát igyekszünk az eredeti állapotuknak megfelelően fenntartani ezt a környezetet. Aminél itt szembesülünk, a nem megfelelő használat például a játszótérnél, itt gondolok arra, hogy olyanok is bemennek, akiknek nem szabadna, ki van írva, hogy milyen korcsoportoknak vannak ezek az eszközök fenntartva, rongálások fordulnak elő, nagyon sok a szemetelés, és itt együtt szeretném is megkérni és felhívni a lakosság figyelmét, hogy mindent a rendeltetésszerűen használjanak, a padokon is nem úgy ülnek rajta, hogy kellene, el vannak kopva, ki kell javítani, úgyhogy itt arra kérnek mindenkit, hogy mindent úgy használjunk, hogy kell, hogy más és élvezni tudja az örömét ezeknek az eszközöknek. Egyébként milyen? Maglódon 1998 végén jött létre a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, amelynek sokrétű feladatai közé ma is a szociális és családi problémákkal, konfliktusokkal történő foglalkozások tartoznak. A korábbi anyagi problémák után ma már a családdal és a gyermekekkel kapcsolatos gondok megoldásának segítése vált elsődlegessé. A hétköznapok a problémák megoldása jegyében zajlanak, forgatásunkkor viszont ünnepi alkalomra, a 20 évvel ezelőtti megalakulásra emlékeztek. A jubileum alkalmában rendezett konferencia munkacíme a fókuszban a szakember volt. Kicsit megilletődöttek vagyunk most, lehet, hogy nem is kicsit, mert hogy tudjátok, hogy minden évben törvényi kötelezettségre összehívjuk ezt a rendszert, hogy a mögöttünk lévő évet értékeljük. És most, hogyha így mögé nézünk, akkor egyszerűen nem tudjuk azt észrevenni, hogy nem csak a mögöttünk lévő év, hanem hogy két évtized, pont 20 év van mögöttünk, mert hogy pont 20 évvel ezelőtt hívtuk össze először ezt a rendszert. Egy kicsit más lesz ez a mai alkalom, de mi úgy készültünk, hogy szeretnénk benneteket jól tartani. Jól tartani, mint szakember, reméljük, hogy hasznosnak fogjátok érezni ezt az együtt töltött délután. Szeretnék jól tartani benneteket emberként is. Készültünk szívnek, léleknek és a testnek egyéb finomságokkal is, úgyhogy szerintem megéri a végéig itt maradni. Ezekkel a szavakkal köszöntötték a megjelenteket, majd Kovácsovics Fruzsina és Késmárki Uzonka műsora szórakoztatta a résztvevőket. Ezután multidéző képekkel tekintettek vissza az elmúlt kettő évtized történéseire. A 20 évvel ezelőtti kollektíva tagjai közül ketten most is jelen voltak. Törvénymódosítás következtében, illetve a gyermekvédelmi törvény megjelenése miatt vált szükségessé a gyermekjóléti szolgálatoknak a megalakítása. A családsegítő szolgálatok már korábban léteztek, és így egy pici késéssel városunkban is 98. december 15-én szavazott arról a képviselőtestület, hogy településünkön megalakul a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat. Mi a konkrét feladatok? Tudom minden, de ezen belül konkrét a micsoda? Nagyon sokrétű a feladat, ezt a törvény konkrétan meghatározta. Én azt szoktam mondani, hogy 0-tól 100 éves korig szociális problémák,
családban adódó problémák, gyerekneveléssel, gyerekintézménybe való beilleszkedéssel, családi kapcsolati konfliktusokkal, nagyon-nagyon sokrétű. Az elmúlt 20 évben milyen tendenciát figyelt meg, mik voltak akkora fő problémák és melyek a mostaniak? Érdekes volt, hogy az előző évtizedekben mindig az anyagi probléma volt a vezető ok. És ez most megfordult, és nyilván ez következik egyikből a másik, hogy az anyagi problémákból aztán az összes többi járulékos probléma, tehát a családi kapcsolati problémák, a gyerekekkel kapcsolatos gondok lettek a vezetőhelyen. Van-e olyan, amit nem tudnak megoldani itt helyben, és más szervekhez fordulnak segítségért? Nem vagyunk mindenhatók, csodát sem tudunk tenni, csak a szociális munka eszközeivel dolgozunk, ahogy tudunk, igyekszünk segíteni, de természetesen nagyon sok olyan probléma van, ami társadalmi szinten sem könnyű megoldani, ezért nekünk sem könnyű megoldani. Igyekszünk azért, ahogy tudunk segíteni. Ugye 20 év alatt már kialakultak a kapcsolatrendszerek, azok az intézmények, szervezetek, akikkel együtt dolgozunk. Hogyha nem tudjuk megoldani, akkor pedig tovább irányítjuk olyan speciális helyre, ellátórendszerbe, ahol tudnak a problémán segíteni. Az önök hétköznapjai a problémák megoldása jegyében telnek, ma viszont ünnep van. Milyen programmal készültek mára, mit láthatnak itt a jelenlevők? Ma az éves gyermekvédelmi tanácskozást üljük, és azt gondoltuk, hogy ezt összekötjük akkor egy kis ünnepléssel, hogy megemlékezünk arról, hogy 20 éve alakult az intézményünk, hogy többen 20 éve vagyunk már együtt. A mi szakmánkban nagyon jellemző a fluktuáció, ami azt jelenti, hogy nem sokáig maradnak az emberek egy-egy ilyen családgondozó munkakörbe, ugye most családsegítőnek nevezik, de hogy nálunk ez egy nagy áldás és érték, és azt gondolom, hogy ajándék, hogy a három alapító tag közül, ugye 19 évig dolgoztunk hárman együtt, és most a 20. évben még ketten mindig itt vagyunk. A jubilálókat Bálint Klára református lelkészasszony énekkel köszöntötte, majd beszédet is mondott, aztán kerekasztal beszélgetése is sor került. Ezt Fajka Szilvia sajtóreferens és Kovácsovics Fruzsina énekes a hagyományostól eltérően egy kicsit másként vezette le, illetve mutatta be az elmúlt 20 évet. Közben pedig Tabányi Pál polgármester is az ünneplőket köszöntötte. Mint a település vezetője elmondta, a szolgálat mindig különleges helyet foglalt el a város életében. 20 év egy ember életében sem kis időszak, egy intézmény életében sem. Bár hozzáteszem, hogy a szolgálatnál dolgozó lányok számomra tinédzserek maradtak, mert a mi kapcsolatunk 16 éve kezdődött. És egy óriási köszönettel tartozom, mert a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat a maglódi intézményrendszerben mindig különleges helyet foglalt el, hiszen nem egyszerűen a feladat elvégzésére fókuszáltak és fókuszálnak napjainkig is, hanem hogy itt az összefoglalóban láttuk a képeken, sok minden olyan egyebet is elvégeznek, ami a helyi közösségépítés nélkülözhetetlen része. Tehát amikor mesenapot szerveznek, vagy majálison gyermekprogramokat szerveznek, én azt gondolom, hogy ez egy kicsit túlmutató azon, ami az alapítókiratban le van fektetve. És hát ahogy láttuk, költöztek egyik helyről a másikra, és hát az építkezésben kétkezi munkával is kivették részüket, úgyhogy azt mondom, hogy példaértékű az, amit Aranka vezette csapat itt letett maglód asztalára. Én úgy gondolom, hogy büszke lehetek arra, hogy ez a gyermekjóléti szolgálat, családsegítő így működik itt nálunk, és gondolom, hogy más polgármester is hasonlóképpen vélekedne. Hosszú ideje próbáltuk ugye egyben tartani a szolgálatot, sokszor önkormányzati keretek között, aztán társulás formájában, és hát a visszajelzés is az vecsésről, hogy egy kimagasló társaság működik itt nálunk. Én ezt szeretném megköszönni, és hát kívánok nagyon sok sikeres akciót még a jövőben is. Ezekben a hetekben a továbbtanulás foglalkoztatja az általános iskolások 8. osztályos diákjait. A közel 100 végzős maglódi diák többsége gimnáziumba, illetve szakgimnáziumba jelentkezett.
Az iskolában a 8. évfolyamon 5 osztály van, ez 97 tanulót jelent, annak a 48%-a gimnáziumba szeretne tovább tanulni, a 46%-a szakgimnáziumot jelölt meg első helyen, és 6%-uk a szakközépiskolát részesítette első helyen. Kik döntik el, hogy a 14 éves gyermek merre folytatja az életét tovább? Ez egy nagy felelősség. A gyerek önmaga el tudja dönteni, vagy a szülő és a pedagógus, az osztályfőnök is kell hozzá? Én azt gondolom, hogy elsősorban a család dönt, de nyilván nagyon sok esetben kikérik az osztályfőnökök, illetve szaktanárok véleményét is, és azt hiszem, hogy a családon belül több családnál is úgy vettük észre, hogy a gyermekek akarata, illetve az, hogy hova vágynak, az nagyon fontos szerepet játszik ebben. Az ön által felsorolt adatok szerint többsége gimnáziumban vagy értelmiségi pályára készül, elég kevés gyermek indul szakmunkásnak, vagy csak én látom-e így, nem tudom. Ez így van, a legtöbb ugye 6% a szakközépiskolai továbbképzés jelölt meg, viszont ugye a szakgimnáziumok is adnak már szakmát, tehát azért is az is 46%-uk első helyen jelölte, úgyhogy ők is már valamilyen szakirányultság felé nézelődtek. A televíziónk által megkérdezett Dóra és Ivett is határozott elképzelésekkel rendelkezik a továbbtanulást illetően. Terveid szerint merre folytatod tovább a tanulmányaidat? A Szent Lászlóba szeretném, mert igazság szerint oda jártak ugye a szüleim is, meg én is nagyon régóta szeretnék oda menni. Már sok éve tervezzük, hogy oda sikeresen bejussak, és hát szerintem meg is van hozzá az esélyem, jól tanulok, és a felvételem is jól sikerült, és hát reményem szerint bejuthatok. Mik a kedvenc tantárgyaid? Nagyon szeretem a biológiát, és inkább a történelmet. Kiszámoltad-e már, hogy mennyi idő alatt lehet odaérni, hazaérni? Fél óra, 3-4 óra körülbelül, de igazából hamar belátjuk ki szerintem, hogyha nincs olyan nagy forgalom, bár reggelente azért elég húzós, de fél óra maximum. Hová szeretnél tovább tanulni? A Lövely Klárába és a Corvinba szeretnék menni. Miért pont azt az iskolát választottad? A Lövely Klárát azért választottam, mert véleményem szerint ott eléggé erős a történelemképzés, és a magyar nyelv, meg ugye az idegen nyelvi oktatást is szeretném továbbfejleszteni, és számomra fontos ugye, hogy a történelemmel is úgymond barátságban legyek, mert hogy nekem fontos a történelem, meg szeretem is a történelmet. Akkor meg se kérdezem, hogy mi a kedvenc tantárgya? Hát a történelem, az angol, az irodalom, meg hát szerintem mennyi, meg a rajz. A szüleid is oda jártak? A szüleim nem, az anyukám Erdélybe járt iskolába, apukám meg vidéken. Az előkészítés és tervezés, valamint a szakbizottsági egyeztetések után február végén Pécelen is elfogadták a 2019-es költségvetést, amelyet leginkább a pályázati forrásokból származó támogatások tesznek teljessé. A büdzsében az utak, járdák, csapadékvíz elvezető rendszerek megújítására és a Viszmajorra is elkülönítettek forrásokat. Az előkészítési folyamat az már megkezdődött gyakorlatilag az elmúlt év végén, decemberben. Több egyeztető fordulón vagyunk túl. A képviselőtestület több munkaértekezetet tartott, a szakbizottság megtárgyalta, a többi érintett bizottság is átvette a 2019. évi költségvetést, amelyet az elmúlt hét csütörtökén sikeresen el is fogadtunk. Én azt gondolom, hogy ennek a költségvetésnek van egy nagyon nagy előnye. Most az intézmények ezen nagyot nyertek. Ennek a fő nyertese leginkább most az összevont intézményünk, a három óvoda és a bölcsőde, hiszen ők az elmúlt évhez képest 50 millió forintot több tudnak gazdálkodni. Tavalyhoz képest mennyivel tud nagyobb összegből gazdálkodni az önkormányzat, vagy van esetleg valami kiugró az intézményeken kívül? Azt gondolom, hogy leginkább a pályázatok megvalósításához rendelt támogatási összeg, ami megnöveli a költségvetés kiadási sorbevételi sorokat is. Így összességében 3,5 milliárd forintba fogunk gazdálkodni ebben az évben. Három elkülönült tétel is van. Ugye a város egy csapadékvizes pályázaton indult és sikeresen szerepelt, így a Csatári és a Levendulás területrészek nagy része az ebben az évben valószínűleg egyetlen települési részeknek a csapadék vízelvezetése megoldódhat. A képviselőtestület megközelítőleg 60 millió forintot különít el
utak, járdák és csapadékvizelvető rendszerek felújítására, és elkönyvtettünk még kb. 20 millió forintnyi Viszmajor önrészt is. A testület személyi kérdésről is tárgyalt, emellett egy elzárt útszakasz önkormányzativá tételéről is döntöttek. A testület ülésen bemutatták a PCK Ft. Új vezetőjét is. Igen, Bindek József úr lett a PCK Ft.-nek az új ügyvezetője. Ő gyakorlatilag február óta tevékenykedik, most már február közepén átvette az irányítást a PCK Ft.-nél, és ezen a képviselő testület ülésen tudott sikeresen bemutatkozni. A testületi ülés első napi rendi pontja az egy nagyon fontos kérdéskört tárgyalt, ez a Fáy tanyának a bevezető úttal kapcsolatos kérdésköre. Itt igazából az út tulajdon jogát kellene tisztáznunk. A képviselőtestület meghozta most már az első olyan döntéseket, amely remélhetőleg ebben az évben meghozhatja azt az eredményt, hogy teljes mértékben önkormányzati tulajdonba tud kerülni ez az útszakasz. Ez a lakóknak mit jelent? Hát igazából a lakóknak azt jelentheti, hogy most az elzárt területen átközlekedhetnek majd, és teljes egészében az összes lakóingatlan, az összes, a teljes gazdasági terület megközelíthető lesz majd önkormányzati úton. Hosszú távon az a cél, hogy a jövőben kialakuló gazdasági területeket is be tudjuk táplálni ezzel az útszakasszal. Pécelen gőzerővel zajlik a vasútfelújítás. Ezzel kapcsolatban elbontották a gyalogos hidat, az ezután kialakult helyzetről a polgármestert kérdeztük. A MÁV által üzemeltetett és karbantartott híd volt, számtalan bejelentés érkezett télen, a sikosságmentesítés hiányzott, nyáron a meglazult deszkák, de a lényeg az, hogy ez egy ismert pontja volt Pécelnek. Az embereknek ha jó, ha rossz, hozzánőtt a szívéhez, ez ugye most eltávolításra került. Az eredeti elképzelés, illetve a megállapodás szerint ez akkor került volna erre sor, amikor megépül az akadálymentes vasúti aluljáró. Időközben a kivitelezők és a tervezők változtattak a terven, tehát ennek a helyére fog megépülni, és ezért szükségessé vált az elbontása. Viszont ugye nyitott egy átjárót a vasúton keresztül a kivitelező, ahol most akadálymentesen át lehet közlekedni, gyalog. Ennek ellenére autók is mennek át időnként, tehát ez egy vicces történet, de ez ki fogja szolgálni az aluljáró megépítéséig, ki fogja szolgálni a gyalogos átjárást. Az elején említette a polgármester úr, hogy azért nem mindenről tudnak ezzel a vasúti felújítással kapcsolatban. Mégis most lehet-e tudni, hogy a tervek szerint halad a rekonstrukciója ennek a vasúti vonalnak? Pontos információnk erről nincs. Kvázi ilyen városi pletyka szinten terjed az egész, de egyébként nem. Azért nem, mert ugye elindult egy kisajátítási folyamat, amit én szerintem a beruházó az sokkal gördülékenyebbnek képzelt el, mint amilyen valójában lett, hisz itt emberek életéről volt, tehát megszüntették az életterét nagyon sok embernek, ez néhol akadályokba ütközött, időközben ugye a felüljáró is egy töltéshídnak lett átalakítva. Szerintem jelentős késedelmet szenvedett most ez a beruházás. Azt, hogy ez mikor lesz kész, ezt én nem tudom megítélni, mert ugye a gyorsaság azon múlik, hogy milyen erőt csoportosítanak ide a határidőre történő befejezéshez, ilyen szempontból nekünk nincsen információ. Új kormányablak nyílt Ócsán. A március 1-i eseményen megtudtuk, hogy a hatékony, gyors ügyintézés lehetővé tevő kormányablak rendszere jól vizsgázott a gyakorlatban, sőt, nemzetközi összehasonlításban is a legkorszerűbbek közé tartozik. A budapesti agglomeráció 26 kormányablakánál átlagosan 7,5 perc az ügyek intézése, a várakozási idő pedig a fél órát sem éri el. A 26. kormányablakot nyitották meg a budapesti agglomerációban. Ócsán volt már, de most 56 millió forintos ráfordítással modernizálták, átépítették az épületet. A miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára szerint a település múltja és jelene is megérdemli, hogy ilyen kormányablak nyíljon Ócsán. Az államtitkár a közigazgatás fejlesztését nevezte fő célnak, majd az állam három legfontosabb pillérjét, így a családtámogatási rendszert, a gazdaságfejlesztést, valamint az ország a kultúra megőrzésének fontosságát emelte ki. Nagy öröm és megtiszteltetés az számomra, hogy itt Ócsán adhatunk át kormányablakot, hiszen mégis egy nagyon gazdag múltú, nagyon gazdag történelmi településről beszélünk, 1234 óta írásbeli források is említik a településnek a nevét.
Ezért azt gondolom, hogy a településnek a múltja, de a település jelene is megérdemli azt, hogy ezen a helyen ilyen kormányablak nyíljon. Ez a kormányablak egyébként 56 millió forintos összegből újulhatott most meg. 6 ablakos kormányablak plusz egy fényképes ablak is van. Én azt gondolom, hogy ez megfelelően fogja tudni szolgálni az itteniek, az ócséiek és a környékbeliek érdekeit. Tudják, amikor közigazgatásról és közigazgatás fejlesztésről beszélünk, akkor sosem szabad arról elfeledkeznünk, hogy mi az a nagy közös társadalmi cél, aminek érdekében ezeket a fejlesztéseket létrehozzuk, és a közigazgatást fejlesztjük, ezen belül kormányablakokat is építünk. Azt gondolom, hogy ma már szinte Magyarországon mindenki egyetért abban, hogy van egy olyan közös célunk, amelyet mindannyian tudunk támogatni, az, hogy a következő 20 esztendőben Magyarország Európa egyik legélhetőbb településévé tudjon válni. De ahhoz, hogy ezt megtegyük, több területen előrelépésre is van szükség. Engedjék meg, hogy három nagyon fontos területet ebből kiemeljek. Az egyik ilyen kérdéskör a családtámogatás kérdése. Segítsünk a magyar családoknak, segítsük a magyar családokat a gyerekvállalásban, hisz az a nemzet, ahol nincsenek gyerekek, ahol fogy a népesség, nem válhat erős nemzetté, az az ország nem válhat erős országgá. A másik ilyen kérdés a gazdaságnak a kérdése, a gazdaság fejlesztésének a kérdése. Azt gondolom, hogy az az ország, amelyiknek nem elég erős a gazdasága, nem tud saját lábán megállni, az kiszolgáltatott ország, ki van szolgáltatva más országoknak, más nemzeteknek és nemzetközi szervezeteknek is, így saját cselekvőképessége sincsen, nem tud megállni a nemzetek sorában, előbb-utóbb elenyészik vagy elsorvad a kiszolgáltatottsága folytán. De mit ér az erős gazdaság, mit ér az erős család, a magyarországi erős családok, hogyha nincs meg az a képességünk, hogy Magyarországot Magyarországként megőrizzük, és a magyar kultúrát is képesek legyünk megtartani. Ezért nagyon fontos, hogy a kultúra fejlesztése és a kultúra megőrzése területén is előre lépjünk. Ebből a szempontból is rendkívüli fontosságú lesz majd az Európai Uniós választás, hiszen ezen a kérdésen, ezen a választáson mind a további gazdaságunk kérdése, mind a családtámogatások kérdése, a családról alkotott felfogásunk és a kultúráról alkotott képünk is el fog dőlni. A 21. századi követelményének megfelelő kormányablakok létrehozásának célja már 2013-ban is az ügyintézés polgárokhoz történő közelvitele volt. 2013 volt az, ott a 10-14-es közötti kormányzati időszakban, amikor elhatározás született arra, hogy a járási rendszernek az újjáalakítása történjen meg, és az ügyintézést vigyük minél közelebb az emberekhez. És akkor a kormány nagyon jól mérte fel, és ezt köszönjük, akkor ugye Navracsics miniszter úr vezette ezt az ágazatot, hogy értékelve, érzékelve azt, hogy a főváros közvetlen környezetében, az agglomerációban, az eltelt évtizedekben hogy megnövekedett a lakosság szám, bizony a kicsit távolabbi gyűrű, a monor, dabas járási székhelyekhez képest új járásoknak is kell létrejönni, így jött létre közvetlen környezetünkben a gyári járás is, aminek része Ócsaváros vagy éppen a Vecsési járás, és azóta is ezek a járásközpontok kiszolgálják a lakosságnak az ügyintézését, és maga az ügyintézés hozott egy nagy újítást az emberek életében, hiszen TB ügyeket, OEP ügyeket, a sokféle igazolványügyet, gépjármű ügyintézést, mindent a lakóhelyükhöz közel helyben gyorsan tudnak intézni. Ugyan még az e-ügyigazgatás, az még egy kicsit messze áll tőlünk, mert mi magyarok hajlamosak vagyunk arra, hogy szeretünk bemenni személyesen, és intézzük el az ügyeinket, remélhetőleg a jövőben, hiszen most már minden technika rendelkezésre áll ahhoz, hogy ezeket az ügyeket otthonról is lehet intézni, de aki ide jön Ócsára, az most ebben a kormányablakban a legjobb körülmények között
tudja elintézni az ügyeit, és nem utolsó sorban az itt dolgozók is szép és méltó körülmények között kellő technikai háttérrel tudják fogadni itt az ügyfeleket. Úgy. A polgármester köszöntő beszédében történelmi áttekintést adott, ebből derült ki, hogy is jött létre annó kormányablak Ócsán. 2000 novemberében néhai polgármesterünk Búza Attila ötlete alapján és munkája alapján létrejött Ócsán az okmányiroda. Akkor polgármester úgy gondolta, hogy nem csak a településnek, hanem a lakosoknak is jót tesz az, a Dabas és Gyán között Ócsán is lesz egy ilyen hivatal. A munkáját eredmény is koronázta, nyilván rengeteg ócsai vállalkozó és magánember segítségével, és itt tényleg 2000 novemberében, igaz, hogy még csak 4 fővel, de megnyílhatott ez az iroda. Aztán, hogy teltek, múltak az évek, nem is kellett soknak eltelni egy 6-7 évnek, kiderült, hogy ez az iroda ez nagyon népszerű, egyre több és több feladatot kapott, és egyre több és több munkatársa volt, és gyakorlatilag azt a helyet kinőtte, amit az ócsai polgármester hivatalban elfoglalt. Ezért 2007-ben az akkori önkormányzat úgy gondolta, hogy egy nagyobb helyet biztosít ennek az irodának, és itt, ahol most állunk, ugye rendőrőssel együtt 2008-ban átadtuk ezt az épületet, és én már akkorihoz képest egy modernebb irodába lehetett dolgozni, és ügyfeleket fogadni. Aztán mentünk előre az időben, elérkezett 2013, ugye 2000 és 15, ugye 13 év, amikor is a polgármesteri hivatal hatásköre alól elkerült ez az iroda, és a gyári járási hivatalhoz került. És újabb évek is teltek, múltak, és jött a 2018 év vége, mondhatnánk, hogy maga az intézmény nagykorúvá vált, amikor egy kormányzati döntés alapján, és a kormány politikája az igazodva, vigyük minél közelebb az ügyek intézését az emberekhez, ennek az irodának nem csak egy belső építészeti felújítása, hanem egy strukturális megújulása is elindult. És ennek eredményeképpen állunk most itt ezen a délelőttem, amikor már egy intézmény, azt mondom, hogy nagykorúvá vált, és újabb feladatokat kapott, és újabb lehetőségeket. Hogy a jövőben ebből a fejlődésből, a gyerekből, a csecsemőből, a felnőtté válásból lesz-e nász, lesz-e család, ezt én most itt megmondani nem tudom. Azt viszont biztosan állítom, és köszönöm is államtitkár úron keresztül mindenkinek, aki ezért tett, hogy itt kormányablak legyen, hogy ez a fejlődés, ez a változás nem csak az itt élő és idejáró embereknek, hanem magának a városnak is egy újabb büszkesége lesz. A kormányablakok esetében nincs röghöz kötöttség, bárhol el lehet intézni az ügyeket, hangsúlyozta a televíziónak adott interjújában a kormány megbízott. Nekünk az a célunk, hogy az ehhez vezető utat egyengessük, és ott építsünk kormányablakot, ahol erre szükség van. Az okmányirodai hálózat például itt Ócsán kiválóan működött az elmúlt években, de ez azért volt, mert mind a polgármester, mind pedig a város vezetése figyelt erre. Nem minden településre volt ez igaz, voltak olyan települések, ahol ez nem volt jellemző, így a kormányablak rendszer egy egységesen magas színvonalú és reményeink szerint gyors kiszolgálást nyújtó intézményként tud funkcionálni. Hogy itt így lesz-e, ezt majd önöknek, kedves nézőknek kell eldönteni. Én remélem, hogy ez lesz. Éppen ezért fogadunk minden észrevételt, akár pozitív, akár negatív észrevétel, javaslat és egyebek. Nem valami átadásával befejeződött egy folyamat, hanem pont most kezdődik. Tehát szeretnénk valóban gyorsan, magas színvonalon kiszolgálni a hozzánk betérő ügyfeleket, az állami szolgáltatásokat így nyújtani, de hogy ez mi a megfelelő, mi a jó, az itt élőknek mi az igénye, hát ennek megfelelően fogjuk a későbbiekben is alakítani ezeket. Említette a beszédében, hogy nagyjából 7 perc alatt tudják itt a lakosok elintézni az ügyeiket, várakozást is szeretnék majd lejjebb vinni. Pest megye a legleterheltebb megye, tehát az egy ügyintézőre jutó ügyirat számok, azok a legmagasabbak. Magyarul nem arról van szó, hogy itt a létszám arányhoz viszonyítva meg vagyunk, mert valóban, ha azt nézzük, hogy hányan laknak a megyében, akkor arányos a kollégáknak a száma, viszont a hozzánk betérő ügyfeleknek közel 40%-a nem Pest megyei ügyfél. Jó részt fővárosiak, illetőleg a környező megyékből is jönnek. Természetesen a kormányablakokban pont ez az egyik jó, hogy nincs röghöz kötöttség, hogy teljesen mindegy, hogy olyan Sopronban, Nyíregyházán, Ócsán, Budapesten vagy bárhol lakik, bármelyik kormányablakba el tudja az ügyét intézni.
mi azzal szembesülünk, hogy mivel Budapestre menet, rengetegen jönnek át a megyén, és azt tapasztalják, hogy mi gyakorlatilag zárásig kiszolgáljuk az ügyfeleket, ezért már be sem mennek a fővárosba, hanem itt intézik el az ügyeiket. Ha valaki tehát jól dolgozik, akkor az nehézséget is okoz nekünk a munkavégzés szempontjából, de ezeket megoldjuk, mert a legfontosabb, hogy az ügyfelek érezzék azt, hogy őket kiszolgáljuk, akárhonnan jöttek. Ez eddig nem ment még az itt élő ügyfeleknek a hátrányára. Igyekszünk abba az irányba lépéseket tenni, hogy egyeztessünk mondjuk a környékbeli megyékkel és a fővárossal, hogy egységes legyen a nyitvatartás, és ha minden igaz, akkor jövőre országosan egységes lesz a nyitvatartás, tehát magyarul a hozzánk betérő ügyfelek száma szerintem más megyéből csökkenni fog. Mi az egyszerűbb, egy új épületet átadni, vagy pedig egy meglévő jól működő épületet felújítani? Hát ez egy patinás épület, amiben itt Tócsán vagyunk, tehát ez egy egész különleges élmény, mert hogy egy régiből varázsoltunk egy újat, tehát a kívülről ránézünk, egy szépen felújított régi történelmi épület, és hogyha bejövünk, akkor pedig egy 21. századi modern, ez ízlés dolga. Nekem ez jobban bejön, mintha mondjuk egy kockaházat építünk, ami ugye modern, csiriviri, tehát modern, nagyon jól néz ki, és nagyon klassz, de hát mégis ki tudja, hogy 50 év múlva lesz-e abból a házból valami, vagy hát művel még semmiképpen sem, ahogy most elnézem. Ennek van patinája, ennek az épületnek, és van modernitása, ha bejövünk. Én azt gondolom, hogy mindig a középút a legmegfelelőbb, megőrizni a régi, szép, jó dolgokat, viszont azt funkcionálisan használhatóvá tenni, hogy a 21. században is használható legyen. Megnézzük itt az eszközöket, amikkel a kollégák dolgoznak, megnézzük a totemoszlopnak hívjuk, tehát a sorszám automatát, az ügyeket sorolja fel és egyebek. Tehát mindenhol, ha sérült ember jön hozzánk, tehát látássérült ember külön eszköz áll rendelkezésre, hogy ő maga egy speciális eszköz segítségével el tudja olvasni a dokumentumokat. Szóval olyan eszközök, amelyek a 21. században elengedhetetlenek, viszont olyan környezetben, ami több száz évvel ezelőtti. Nekem ez nagyon tetszik. Az államtitkár, az országgyűlési képviselő, a kormány megbízott és a polgármester átadta az épületet az ügyfeleknek, majd bejárták a vendégek a patinás kormányablakot, ahol Babák László Mátyás, a gyári járás hivatal vezetője mondott pohárköszöntőt. A közszolgáltatások korszerűsítésének következő lépése a kis- és középvállalkozókat érintő ügyek intézésének gyorsítása, az e-ügyintézés elterjesztése, valamint az adatszolgáltatás egyszerűsítése, illetve felgyorsítása lesz a földhivatalokban. Miután elkészültek a felújítási munkálatok, a fűtés korszerűsítés és a vizes blokkok modernizációja is megtörtént, ma már a befogadó képesség a téma a Felsőpakonyi óvodában. A jelenleg 6 csoporttal működő óvoda 160 fős létszámkerete hamarosan megtelik. Nyáron kezdődött a felújítás, a vizes blokkok felújítása, amelyre már nagy szükségünk volt, és a fűtéskorszerűsítésre. Maga a projekt ősszel zárult le, itt szeretnénk megköszönni a szülők türelmét, hogy a nyár folyamán sikeresen megoldották a gyerekek elhelyezését, és valóban csak azok a gyerekek jöttek nyáron az intézménybe, akiknek az elhelyezését nem tudták máshogy megoldani. Lezárult a projekt, megszépült a mosdónk, mosdóhelységeink, amelyre valóban nagy szükség volt, sokkal egyszerűbb a használata a gyerekeknek, egyszerűbb a WC használat, egyszerűbb a mosdó használat, és szép környezetben tölthetik a mindennapjaikat. Mindemellett megújult az öltözőhelységünk is, új öltözőbútorok lettek beszerezve, itt köszönjük szépen az önkormányzat támogatását. Tágasabb, nagyobb hely jutott egy-egy gyereknek, így kényelmesebben tudnak öltözni, vetkőzni, nem cserélődnek össze a ruhák, és mindamellett esztétikus is. Hány csoporttal működik az óvoda? 6 csoporttal működik jelenleg az óvodánk, azonban szükséges lesz a csoportok bővítése, plusz egy csoportot kell majd a közeljövőben nyitnunk, ugyanis 160 fő a befogadó képességünk, és most vagyunk 140-en, és ugye a sajátos nevelési igényű gyerekeket plusz 2 főnek kell számolni, tehát nagyon közeledünk a 160 főhöz, márciustól 12 kisgyerek tölti be a 3. életévét, akiket ugye folyamatosan kötelesek vagyunk felvenni. Ez azt jelenti, hogy
augusztusra nagyon közelítünk a 160 főhöz, tehát elképzelhető, hogy annyi új gyereket tudunk felvenni, fogadni az intézménybe, ahány nagy csoportosunk kimegy. Április magasságában vannak a beiratkozások, tudnak mindenkit fogadni itt az óvodában? Most jelen állás szerint úgy tűnik, hogy mindenkit tudunk fogadni, azonban csak azokat a jelentkezőket, akiknek tartózkodási hely, lakhely szerint ide tartoznak Felsőpakonyra, vagy tartózkodási hely szerint tartoznak ide. Az óvodában egyébként a környezeti nevelésre helyezik a fő hangsúlyt, így a víz világnapjával és a föld napjával kapcsolatos programokat minden évben megrendezik. Óvodánkat pedagógiai programunkban is rögzítettük, a környezettudatosság jellemzi. A környezeti nevelést helyezzük előtérbe, mely eddig is megmutatkozott, és ezután is ez alapján szeretnénk végezni a munkánkat. Felsőpakonyt erdők veszik körül, tehát maga adott a környezet, hogy ki tudjuk használni az ebben rejlő lehetőségeket. Zöld jeles napjainkat mindig megünnepeljük, elkövetkezendő terveink. Vízvilágnapja is egy zöld jeles nap. Ezt oly formában szoktuk megünnepelni, hogy az egész óvoda kivonul a víztoronyhoz, ott megismerkedhetnek a gyerekek a folyamattal, hogy honnan kerül a víz a csapba, és így tovább. A következő zöld jeles napunk a földnapja, ami már szinte hagyomány az óvodánkban, hogy szülői segítséggel a vasútállomási kerékpáros felvonulást rendezünk, utána pedig játékos tevékenység. Március első hétvégén megtartották a már hagyományos vasadi Böllér Fesztivált. A fővédnök idén is Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár országgyűlési képviselő volt. Március 2-án szombaton reggel 7 órakor indult a megnyitó a fesztivál téren, ahol a házigazda Martó József Zoltán polgármester köszöntötte a megjelent lakosságot és az induló 8 csapat tagjait. Minden csapatnak, minden egyes tagnak, minden egyes lakosnak nagy szeretettel köszönjük, hogy elfogadták a meghívást és megjelentek a hideg reggel ellenére is. Illetve engedjék meg, hogy nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük mindnyájunk nevében, Vasakösség lakossága nevében Pogácsás Tibor államtitkár urat, úgyis, mint településünk országgyűlési képviselőjét. És nagy szeretettel köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, illetve elfogadta, hogy a fesztiválunk fővédnökségét ellátja a mai napon. Én engedjék meg, hogy át is adjam a szót államtitkár úrnak. Jó reggelt kívánok, tiszteltel, köszöntök én is mindenkit. És már 6. alkalom, hogy itt korán reggel polgármester úr rám hagyományozza, hogy megnyissam ezt a Böllér Fesztivált, és mindig minden reggel ilyenkor elgondolkodom azon, hogy mi a manót is lehet mondani. Egy ilyen egyébként nagyon jó pofa, és azt gondolom, hogy szükségszerű, településen szükségszerű fesztiválon, hiszen a lényeg az, hogy egyfelől mindenki jól érezze magát, lényeg az, hogy olyan közösségi hagyomány teremtődjön, és hát már meg is teremtődött, hiszen 6. alkalommal vagyunk itt, amikor a falu apraja nagyja egész nap egy közös programon vehet részt, amely közös program, hát picit komoly, nyilván magában foglalja a magyar vidéki hagyományokat, de ugyanakkor mégiscsak egy kicsit vidámabb, oldottabb hangulat, amikor együtt lehet a teljes község, a teljes falu. És igazán én azt gondolom, hogy minden településen az a lényeg, hogy ahhoz, hogy a települést a sajátunknak érezzük, azt a falut, várost, azt a közösséget, ahol élünk, sajátunknak érezzük, ahhoz az kell, hogy az ott élő emberek egymással jól kijöjjenek, ahhoz az kell, hogy a szomszédok egymással beszéljenek, ahhoz, hogy jól érezzük magunkat saját bőrünkben, ahhoz az is kell, hogy a szomszéd is jól érezze magát a saját bőrében, meg az utcában minden ismerős jól érezze magát, tehát egy igazi baráti közösséget építsünk. Ez a hagyomány ehhez hozzájárul, úgyhogy jó szórakozást, jó munkát, sok sikert kívánok, és hát a zsűrinek minél nehezebb feladatot. A Böllér Fesztiválról készített részletes összefoglalónkat jövő heti híradónkban tekinthetik meg. Álljunk meg egy percre! Ez a Versek Perce minden korosztálynak minden nap a Williams Televízió csatornáján. Veres Sándor, a nő. A nő tetőtől talpig élet. A férfi nagyképű kísértet. A nőjé mind, mely élő és halott, úgy, amint két kézzel megfoghatod.
A férfié mindenről egy csomó kétes bölcsesség, nagykönyv, zagyvaszó. A férfi akár bölcs vagy csizmavarga, a világot dolgokra széthabarja, s míg zúg körötte az egy örök áram, címkék között jár, mint egy patikában. Hiába száll be földet és eget, mindig csak a semmin lépeget, mert hol egység van, részeket teremt, és névvel illeti a végtelent. Lehet kis ember, lehet nagy vezér, alkot, srombol, de igazán nem él. Csak akkor él, vagy tán csak élni látszik, ha nők szeméből rá élet sugárzik. A nő mindennel pajtás eleven, csak az aprózó észnek idegen. A tétlen vizsgálótól összefagy. Mozogj, mozgasd, s már királya vagy. Ő lát sóvárgás, helyzeti erő, oly férfit vár, kitől mozgásba jő. Alakja, bőre hívást lehel, minden hajlásra életet lehel, mint menny a zápor bőven osztogatva. De hogyha bárki kétkedően fogadja, tovább libeg, s a legény vérig sértve letottyan címkéinek bűvkörébe. Valóság, eszme, álom és mese úgy ér hozzá, ha az ő köntöse. Mindent, mit párja, bölcsességbe ránt, ő úgy visel, mint cinkos pongyolát. A világot, mely észnek idegenség, bármeddig hántod, mind ő néki fátyla, és végső királynői díszruhája a mesztelenség. Most megismételjük főbb híreinket egy-egy mondatban. Európai parlamenti választások. Hazánkban május 26-án 6 és 19 óra között szavazhatunk. Nemzeti ünnep. Az ünnepi műsor után az új óvoda alapkövét is lerakják Ürgön. Tűzgyújtási tilalom. Az elmúlt hetekben jelentősen megnőtt a szabadtéri tüzek száma. Megszavazták a költségvetést. Kiegyensúlyozott költségvetést fogadtak el Üllőn. Adóügyi időpontok. Az adóhatósági értesítőket már postázzák, de lehetnek csúszások. Diáksport. Több korosztályban is az Üllői Diák Sport Egyesület sportolói voltak a legjobbak. Járda korszerűsítés. Gyálon az Ady Endre utca mindkét oldalán felújítják a gyalogjárdákat. Gyári döntések. A képviselőtestület több pályázat elnyerésére kért támogatásra is javaslatot tett. Játszóterek és a parkok. Már tisztítják és teszik rendbe a gyári játszótereket és parkokat. 20 éves a Maglódi családsegítő szolgálat. Az anyagi problémák helyett ma már a családdal kapcsolatos gondok az elsődlegesek. Továbbtanulás Maglódon. Elsősorban gimnáziumba és szakgimnáziumba jelentkeznek a végzősök. Költségvetés és a vasút rekonstrukciója. Pécelen a 2019-es büdzsé mellett a vasútfejlesztés is mindennapi téma. Kormányabb lakócsán. Modern körülmények és ügyfélbarát környezet fogadja az ócsai polgárokat. Óvoda felső pakonyon. A hadcsoporttal működő 160 fős befogadó képességű óvoda hamarosan megtelik. Köszönjük figyelmüket! Önök a Williams Televízió híradóját látták. Új hírekkel, információkkal, közérdekű közleményekkel legközelebb március 15-én pénteken 19 órakor jelentkezünk, az ismétléseket pedig megtekinthetik minden nap éjfélkor, 8 órakor, 11 órakor, valamint 19 órakor. Műsoraink már az interneten is elérhetők a www.williams.hu weboldalon. Tartsanak továbbra is a Williams Televízióval, viszontlátásra!